Köszöntöm nézőinket! Önök a Tolna Táj Televízió híradóját látják, Liszkai Lórán vagyok. Főbb témáink néhány mondatban. Béremelés. Nőtt a szakképzési oktatók fizetése. Energetikai felújítás. Korszerűsíteni kell a szekszárdi sportcsarnokot. Forgalomszabályozás. Fejleszteni a település közúti közlekedését Tolna. Imaginárium. Bechtel Helga grafikus kiállítása Bonyhádon. A szakképzésben dolgozó oktatók bérfejlesztéséről szóló kormányhatározatnak megfelelően a Tolna Vármegyei Szakképzési Centrum Vezerédi István Technikum intézményében is megemelkedett a tanárok bére. 2024. január 1-től a szakképzési oktatók alapbérének minimuma bruttó 581.680 forintra emelkedett. Nagy mérföldkövet jelent ez az intézkedés, mondta Balog Attila, a Tolna Vármegyei Szakképzési Centrum Vezerédi István Technikum igazgatója. 2020-ban az új szakképzési rendszer bevezetésével először átlagosan 30%-kal nőttek az oktatói bérek, majd a tavalyi esztendőben két lépcsőben 15%-os béremelés következett, míg most januártól átlagosan több mint 30%-os további emelésre került sor. Az elmúlt tanév során az oktatói értékelések eredményei fontos szerepet játszottak a bérek jelenlegi alakulásában. Ezáltal a munka minőségének elismerése is megvalósult. Tapasztalataim szerint a kollégák egyértelműen pozitívan fogadták munkájuk pénzbeli elismerésének növekedését. Fontos üzenet számukra abból a szempontból is, hogy az oktatói munkát, a jól, a kitartóan elvégzett munkát megbecsülik, ami egyben nagyobb egzisztenciális biztonságot is jelent minden oktató számára. Madarász Tímea logisztikát tanít a Bezerédi iskolában. Elmondása szerint nagy szükség volt arra, hogy az oktatókat ilyen formában is elismerjék. Nagyon fontos az is, hogy ezzel a béremeléssel úgy érezzük, hogy elismerik a munkánkat, értékelik, és ezzel a szakmai motivációnkat és az elhivatottságunkat is megerősíthetik. Összességében a fizetésemelés egy nagyszerű lehetőség arra, hogy javítsunk az életünk különböző területein, és pozitív hatással legyen a jövőnkre, a jelenlegi életszínvonalunkra. Az intézmény vezetője abban bízik, hogy a bérfejlesztéssel várhatóan vonzóbb lesz az oktatói hivatás például a pályakezdő fiatalok számára is. Energetikai felújításra szorul a szekszárdi sportközpont. Az ezzel kapcsolatos pályázati anyagban új szigeteltető, a még régi nyílászárók cseréje és itongfalazat szerepel. Korszerűsíteni kell a szekszárdi sportcsarnokot. Erről beszélt Máté Péter önkormányzati képviselő. A 40 éves létesítmény beázik. Legutóbb a Tarka SC Szekszárd női kosárlabda csapat nemzetközi meccse késett, az eső okozta benti tócsák miatt. A kézilabda szövetségnek van egy pályázata, amit a kézilabda szakosztály pályázott, ez 230 millió forint keretösszeg, és ennek a pályázatnak a tartalma, hogy pontosan mi lesz az energetikai felújítás, tervek nincsenek, tehát ez most egy elvi döntésen van folyamatban. Bízunk benne, hogy sikerülni fog, és akkor ennek a sportközpontnak, a jelenlegi sportközpontnak az energetikai felújítását megkezdhetjük, ami meg is térül, mert sajnos ez az épület energetikailag nem jó már, azon kívül be is ázott, mint tudjuk. Úgyhogy ez a 230 millió forint nagyságrendileg erre elég lehet, és ez viszonylag gyorsan meg is térül. A képviselő azt mondta, a középtávú tervek között szerepel egy új sportcsarnok megépítése is. Ez azonban nem zárja ki a meglévő létesítmény felújítását. Ezen a területen kell tenni, tehát egy sportkomplexumnak szeretnénk. Hát azért is került ide, itt vannak kint a focipályák, itt van a atlétikai pálya, voltak itt teniszpályák, amit ugye megint csak kellene javítani, újítani, és itt van az úszoda, családbarát élményfürdő úszoda, rekreációs központ, és erre a területre, tehát a vasúttól Gemenc felé erre a területre kellene valahova tenni. Itt különféle elképzelések vannak, de még nem végleges. Máté Péter arról is beszélt, hogy valószínűleg az idén még befejeződnek a szekszárdi úszoda munkálatai. Úszoda építésre a minisztérium kiírta a közbeszerzést. A közbeszerzésnek valószínűleg meg is van már a győztese, úgyhogy ez egy feltételes közbeszerzés volt, amennyiben lesz rá keret, akkor abból a pénzügyi keretből ez meg fog valósulni viszonylag gyorsan.
szeretnénk és szükség van rá. Sajnos ez nagy adósság a városnak a szekszárdiak felé. Továbbá tervben van egy téli élményfürdő megépítése is, ami szintén a sportközpont melletti területen készülne el. Most rövid híreink következnek. 2024. januárjában a fogyasztói árak átlagosan 3,8%-kal haladták meg az egy évvel korábbiakat, jelentette a Központi Statisztikai Hivatal. Az élelmiszerek ára 12 hónap alatt 3,6%-kal nőtt, ezen belül is leginkább a cukoré és az alkoholmentes üdítőitaloké. A termékcsoporton belül a liszt és a tojás ára csökkent a legnagyobb mértékben. A háztartási energia 11,3, a ruházkodási cikkek 2,1%-kal olcsóbbak lettek. A Tolna vármegyei kereskedelmi és iparkamara közeljövőben számos vállalkozás fejlesztéshez kapcsolódó szolgáltatást indít. Kérdőíves felméréssel a vármegye vállalkozói, illetve azon keresztül munkavállalói igényeit kívánják feltérképezni, annak érdekében, hogy olyan képzési kínálatai jelenjenek meg, mely valós igényekre épül. A kitöltést a jövőben megszervezett, megjelölt felnőtt képzés díjából érvényesíthető 10%-os kedvezménnyel köszönik meg. A Tolna vármegyei rendőrök folyamatosan toborozzák a határvadászokat. A Bonyhádi egyenruhások a napokban a városban az érdeklődők részére szórólapokat osztottak, melyek további információkat nyújtanak a szerződéses jogviszonyról. Emellett az érdeklődőknek bűnmegelőzési tanácsokat is adtak a hatóságok. A határvadász képzéssel kapcsolatban online is lehet informálódni a police.hu weboldalon. A 2020-as nagyobb forgalomrendezés után Tolnaváros forgalomszabályozási munkacsoportja és a képviselők időközönként megvitatják a lakossági bejelentéseket a további fejlesztésekről. Most januárban megszavazta a képviselőtestület további gyalogátkelő helyek létesítését. Tolnaváros vezetése számára régóta fontos, hogy a közösségi közlekedés fejlesztése, illetve folyamatosan új gyalogátkelő helyek biztosítása a járókelők számára. Ezért idén is megszavazott a képviselőtestület olyan intézkedéseket, amik ezt segítik elő. Tolnán és Mözsön több ponton is terveznek módosítani a forgalom jelenlegi rendjén. Ezek döntően gyalogátkelő hely létesítések. Szeretnénk Mözs település részen többet, úgy mint beérve Mözsre ugye a Malom és a benzinkút között a következőt a úgynevezett Csendőrháznál, ugye két nagyforgalmú buszváró van az út két oldalán, a Gém utcánál egy harmadikat, ott ugye egy közelben egy nagy üzem van, ott műszakváltásoknál több száz ember megy vagy várakozik buszmegállóba, tehát ezeket láttuk, hogy nagyon nagyforgalmú, gyalogos forgalmú helyek. A város központjában a Szent István tér és a nem messze található szupermarket környékén még nagyobb újítást terveznek. Egy jelzőlámpás csomópont kialakítását szeretnénk kérni majd a kezelőtől a Magyar Közúttól, oly módon, hogy mind a négy irányban gyalogátkelők legyenek, és szabályozott módon, jelzőlámpás módon folyjon itt a közlekedés. Ugyanis itt is olyan napszakokban reggel 7-8 rettető módon visszatorlódik a forgalom a Balcsi-Zsilinszky utcában. Magam is nem egy balesetnek voltam szemtanúja, sok koccanásos baleset van ugye ezekben az időszakokban, illetve megnehezít a gyalogátkelést is. A forgalomszabályozási munkacsoport továbbra is várja a lakossági javaslatokat, hogy a városban még hatékonyabb és biztonságosabb lehessen a közlekedés. Rövid híreinkkel folytatjuk a híradót. A magyar női kosárlabda válogatott 67-55-re kikapott Kanadától csütörtökön a Sopronban zajló olimpiai selejtező torna első fordulójában. A nemzeti csapatban szerepelt Horváth Bernadett, a TAR KST Szekszárd jelenlegi játékosa. Studer Ágnes, Sasa Gori és Kis Virág pedig a közelmúltban erősítették a Tolna vármegyei gárdát. A magyarok pénteken Japánnal, vasárnap pedig Spanyolországgal csapnak össze. A csoport első három helyezettje jut ki a 2024-es Párizsi olimpiára. A magyar női válogatott eddig egyszer 1980-ban szerepelt olimpián, akkor negyedikként zárt Moszkvában. Idegenben 1-0 arányban győzte le a Paksi FC labdarúgó csapata a Mezőkövesd együttesét az OTP Bank Liga 19. fordulójában. Bognár György alakulata így megőrizte vezető helyét a tabellán. A Tolna vármegyeiek gólját Szabó Bálint szerezte.
A paksiak a bajnokságban legközelebb a Kecskeméttel találkoznak hazai pályán vasárnap 12 óra 30 perckor. A Bonyhádi Művelődési Központban Imaginárium címmel nyílt kiállítása Bechtel Helga grafikusnak. 10 éve kezdett el hobbiként rajzolni, a legelső alkotását még kék golyóstollal készítette, amely része a tárlatnak. Bechtel Helga 2 éve költözött vissza szülővárosába, Bonyhádra. Már gyerekkor óta rajzol, számára ez a hobbi kikapcsolódást, valamint önmaga kifejezését jelenti. A rajzaim azok teljesen belülről jönnek, ami megfog. Tehát az önálló alkotásaim azok teljesen a fantáziám szülöttei. Tagja vagyok egy rajzos csoportnak, ott hétről hétre van egy hívószó, amire lehet rajzolni, úgyhogy néhány munkám egy-egy ilyen témára készült, illetve vannak illusztrációim is, amik meg hát irodalmi művek, ihlette képek. Az alkotó rajztanári diplomát szerzett, viszont csak 2 évig dolgozott a szakmájában. Tudását, tapasztalatait szakkörökön és táborokban adja át a fiataloknak. Tavaly a Kafka fia című műhöz készült grafikáival részt vett a budapesti illusztrációs fesztiválon, milyen első helyezést ért el. Addig élmény, amíg hobbi. Tehát nem gondolom, hogy belőle most illusztrátor lesz, miután megnyertem ezt a díjat. Sokkal jobban szeretek olyan művekre rajzolni, amit én választok ki, és abból lesz az igazi alkotás szerintem. A kiállítás március 1-jéig tekinthető meg a Bonyhádi Művelődési Központ kiállítótermében. Regionális híreink következnek. 2024-ben megvalósul a Magyar-Török Kulturális Évad. Több mint 100 rendezvényt tartanak idén. Robotika. Modern eszközöket vetnek be a gyorsabb gyógyulásért. A délszláv háborúk népességvesztésének következményei. MCC kerekasztal Pécsen. 2024-ben megvalósul a Magyar-Török Kulturális Évad. Az első törökországi programot a Magyar Kultúra Napján rendezték. Hoppál Péter kormánybiztos Isztambulban és Ankarában járt, többek között ő is képviselte hazánkat az évad megnyitóján. A Pannonfilharmonikusok isztambuli és ankarai koncertjén a Klasszifikáción című kortárs üvegművészeti utazókiállítás megnyitóján, illetve a Magyar Nemzeti Múzeum Törökország építő magyarok című kiállításának megnyitóján vett részt Hoppál Péter kormánybiztos törökországi tartózkodása során. A 2024-es esztendő egy csodálatos vállalás, hiszen egy kölcsönös kulturális évadra kerül sor az idejében. Magyar-török kulturális évadot tartunk a két ország diplomáciai kapcsolat felvételének 100. évfordulójának tiszteletére, és magyar kulturális évad már számos országban, számos kontinensén a világban megvalósult, korábban is olyan még soha nem volt, ez egy első próbálkozás, hogy magyar évadot tartunk egy célországban, és a célország pedig ezzel egy időben tart nálunk Magyarországon egy saját kulturális évadot. Ezért magyar-török közös kulturális évadnak nevezzük, hiszen Törökország bemutatja a saját kultúráit itt Magyarországon 2024-ben, ugyanúgy, ahogy mi pedig a mi kultúránkat mutatjuk be önálluk ebben az esztendőben. A kölcsönös magyar-török kulturális évad a két ország diplomáciai kapcsolatainak 100. évfordulóján valósul meg. Az impozáns gála megrendezésére a Kossuth Díjas K.L. Csabát kérte fel a kormánybiztos. A koreográfus a szintén Kossuth Díjas Mihályi Gábor volt. Ők arra vállalkoztak, hogy a török kultúra, előadó művészet, népi kulturális kincsek és a magyar népművészet, népi kultúra és zeneművészet, táncművészet, előadó művészetnek a keresztmetszetét, közös keresztmetszetét állították színpadra aznap este. Azért is különleges volt ez a gála, mert a két ország köztársasági elnöke egyaránt részt vett, Novák Katalin elnökasszony, mellette Orbán Viktor miniszterelnök úr, illetve Recep Tayyip Erdoğan elnök úr is itt volt, 8 minisztere, 8 török miniszter kísérletében, és további magyar miniszterek is részt vettek ezen a gálán. És a török közszolgálati tévé a 80 milliós Törökországban is élő közvetítést tartotta a budapesti gáláról, és a magyar közszolgálati televízió is élőben
adta ezt az impozáns gálaműsort. A magyar-török kulturális évad programjainak lebonyolításáért felelős kormánybiztos elmondta, több mint 100 kulturális rendezvényt tartanak idén. A két ország között kölcsönösen bonyolódnak le a programok havi rendszerességgel. Súlyos agyi sérültek és mozgászavarokkal élő betegek robotikus rehabilitációs kezelését kezdték meg a Kaposi Mór oktatókórházban. Az úgynevezett exoskeletonnal főként sztrókos, bénult páciensek egyensúlykoordinációs képességét, járásának stabilizálását és izomerejét fejlesztik. Bogó József még 2017-ben kapott sztrókot. Mivel állapota nagyon leromlott, az elsők között kezdtek el nála alkalmazni egy különleges robotikus eszközt a kaposvári kórházban. A jövőben pedig még többféle robotterápia indul el a Kaposi Mór oktatókórházban. Ezek kiegészítő terápiaként szolgálnak majd. A régi hagyományos terápiákat tudják kiegészíteni, javítani, gyorsítani a rehabilitáció folyamatát, csökkenteni a táppénzigényt, és minél gyorsabban vissza tudjuk így integrálni a sérülteket a mindennapi életükbe. Egy nagyobb lépés előtt állunk, egy folyamat része ez. Ezek az új exoskeletonok és a mögöttem látható nagyobb robot, aminek a működése elindult a kórházunkban. Főleg sztrókos betegek, bénult betegek, egyéb degeneratív betegséggel élők vehetik majd igénybe. Mindenképpen szakorvosi vizsgálat előzné meg a terápia felírását, ahol részletesen megvizsgáljuk a betegeket, és meg tudjuk azt beszélni, hogy miben tudnánk segíteni. Ide tartozik az egyensúlyfejlesztés, koordinációfejlesztés, bénulásos betegségeknek a javítása, izomerősítés, járásstabilizálás. Tollár József a Központi Fizioterápiás és Neurorehabilitációs Egység vezetője elmondta, az intézményben 2021-ben kezdődött meg a robotikus terápiák tanulása, több munkatársuk licencvizsgát is tett. Szerencsénk volt egy konzorciumot létrehozni a Fototogni Kft-vel, ahol az exoskeletonokat már megtanultuk, és már licenc vizsgát is lehettünk. Ezek után stadiként használtuk, majd a tavalyi évben 2023-tól hosszú távra ide kerültek ezek az exoskeletonok. Az exoskeletonokról azt kell tudni, hogy egy külső protetizált berendezések, amivel a sztrókos betegek, súlyosat sérültek, mozgászavaros betegeknek az életminőségét próbáljuk javítani. Újra tanítjuk őket járni. A legfontosabb nekünk az, hogy egy modern terápiát tudjunk biztosítani, amivel a betegek a legmodernebb technológia mentén tudjanak fejlődni. És most elérkeztünk arra, hogy ezt meg tudjuk valósítani. Az elmúlt időszakban közel 40 beteget kezeltünk, és a következő periódusban pedig további 100 beteget szeretnénk bevonni. A kaposvári kórház számára óriási lehetőség, hogy a dél-dunántúli régióban egyedülálló módon valósíthatnak meg fejlesztést. Bár a magyarság továbbra is Szerbia legnagyobb nemzeti kisebbsége, a délszláv háborúk idején kezdődött népességvesztés napjaink példátlanul erős államközi kapcsolatai ellenére is folytatódik. Milyen kilátásai vannak mindennek tükrében a délvidéki magyarságnak? Erre és hasonló kérdésekre kereste a választ a Matthias Corvinus Kollégium pécsi képviseletén legutóbb megtartott kerekasztalbeszélgetés. Erősek az államközi kapcsolatok Szerbia és Magyarország között, de a délszláv háború miatt megfogyatkozott a népesség. Mindez vajon hogyan érinti a vajdasági magyarokat? Befolyásolja az ott élő magyar fiatalok helyzetét a decemberi előrehozott parlamenti választások eredménye? Ezzel kapcsolatban rengeteg pozitív példa felmerül. Beszélhetünk például a Prosperitáti Alapítvány nagy sikerű házvásárlási támogatásáról, amelynek a pályázati időszaka nemrég zárult le, és újabb 300 vajdasági magyar család számára biztosítottak lehetőséget arra, hogy a szülőföldjükön saját ingatlant vásároljanak. Emellett részt vesz a mai beszélgetésen Schneider Sára Ildikó, az Újvidéki Európa Kollégium igazgatónője. Az Európa Kollégium szintén egy rendkívül jelentőséggel bíró intézmény, hiszen lehetőséget biztosít arra, hogy több mint 200 szobában a legkorszerűbb, legjobb körülmények között és térítésmentesen lakhassanak a magyar diákok vajdaságban az egyetemi tanulmányaik alatt.
Gazdasági lehetőségeket és egyéb ösztönző tényezőket is vizsgáltak az MCC Pécsi képviseletén legutóbb megtartott kerekasztal beszélgetés során. A magyar nyelvhasználata rendkívül kedvező a vajdasági magyarok számára, mondta Lakatos Adrián, a Magyar Nemzeti Tanács tagja, a Nyelvhasználati Bizottság elnöke. Bármilyen hivatalban, nem is említve a hétköznapi kommunikációt, a magyar nyelvet teljes egészében használhatjuk, sőt, sok önkormányzatban, vajdaságban hivatalos használatba vett nyelv a magyar nyelv, így egyenértékű a többségi nyelvvel, vagyis a szerb nyelvvel. A tapasztalatok azt mutatják, hogy a magyar lakta azokban a községekben, ahol a többség magyar anyanyelvű, ott ezzel nincs is probléma, sőt, egyes helyeken egyébként még a többségi nyelvhez tartozó hivatalnokok is magyarul szólnak a magyar ügyfelekhez. Ami a szórvány településeket illeti, kicsikét nehezebb a helyzet, ott küzdünk azért, hogy a magyarság megmaradjon, küzdünk azért, hogy magyar nyelvű osztályokat tudjunk megtartani, megnyitni. Minden egyes évben küzdenünk kell azért, hogy a 15 főnél kisebb osztályokat meg lehessen nyitni. A népszámlálás után Merre tovább vajdasági magyar fiatalok című rendezvény további vendégei, Bognár Emese, jogászhallgató, a Vajdasági Magyar Diák Szövetség külügyi referense, a Magyar Ifjúsági Konferencia régiós vezetője, Schneider Sára Ildikó, az Újvidéki Európa Kollégium Egyetemista Központ igazgatónője, és Sörös Andor, a Vajdasági Magyar Szövetség ifjúsági fórumának elnöke voltak. A kerekasztal beszélgetés teltház előtt zajlott a Matthias Corvinus Kollégium Pécsi Képzési Központjában. Végül mutatjuk Tolna vármegye híreit még egyszer, röviden. Béremelés. Nőtt a szakképzési oktatók fizetése. Energetikai felújítás. Korszerűsíteni kell a szekszárdi sportcsarnokot. Forgalomszabályozás. Fejleszteni a település közúti közlekedését Tolna. Imaginárium. Bechtel Helga grafikus kiállítása Bonyhádon. Szombaton is az ország zömén erős délnyugati szél fúj. Összességében hasonló idő várható, mint pénteken, sok felhővel. Elsősorban a Dunántúlon van esélye némi bujkáló napsütésnek is. Vasárnap napközben előreláthatólag már csak a déli országrészben fúj erős szél. Emellett marad a felhős vagy borongós égkép. Napközben északnyugat felől esőmező terjeszkedik, ami elérheti térségünket. Hétfőn átkerülhetünk a hullámzó frontrendszer hideg oldalára, hűlni kezdett a levegő. Az évszakos átlagnál 3-5 fokkal így is enyhébb időre van kilátás. Friss hírekkel legközelebb hétfőn este jelentkezünk. Addig is kövessék műsorainkat, illetve keressenek minket a Facebookon, ahol naponta friss hírekkel, érdekességekkel várjuk Önöket. Ha látnak valamit, ami Önök szerint figyelemre méltó, akkor azt osszák meg velünk, hogy másoknak is megmutathassuk. Mára köszönöm figyelmüket, viszontlátásra!